az irodalom az mindennek köze van. Ezt a szürrealista kiáltványban fogalmazta meg, hát talán a Breton, hogy az irodalom minden utak legrosszabbika, mindenhova visz. Talán ez is lehetne az Árc poétikája a József Attila Díjas Dippolt Pál író-szerkesztőnek, aki soha nem szerette a kötöttségeket, a formaiságokat. Ezért különlegesek az írásai, nem meg az egész életútja, ami szintén egyedi a mai irodalmi életben. Hát én igazából nem kötődöm sehova. Ha megkérdezik, hogy hova valósi vagyok, hol voltam gyerek, akkor vagy zavarba jövök, vagy makogok, hogy igazából nem tudom. Dippolt Pál 1954-ben született Székesfehérváron. Szülei Dippolt Pál és kis Mária Ilona a II. Világháború idején kezdték el az orvos egyetemi tanulmányaikat. Majd a már kommunista kor első éveiben kapták készhez diplomájukat. Apja tehetős polgári, anya pedig egy elszegényedett, iparossá vált nemesi családból származott. A Székesfehérvári megyei kórházban ismerték meg egymást, és kötöttek házasságot. Költöztünk. Én az általános iskolát 5 helyen jártam ki, tehát éppen, hogy megszoktam egy falut, barátaim lettek, utána jött hirtelen egy váltás, és az ország másik felében találtam magam. Hát ennek mi volt az oka, ezt én igazából nem tudom. Hát nyilván ki lehetne kutatni, hogy apámat meg anyámat, aki egyébként anyám, édesanyám gyerekorvos volt, mi mozgatta. Megtaposta őket az élet, és nem volt igazából otthonunk. Így a fiatal Pál gyermekéveit különösebb kötődések nélkül élte le. Ráadásul egy időre beíratták a Pannonhalmi apátság gimnáziumába, ami szintén emberpróbáló feladat volt akkor is. Emlékszik vissza az irodalmár. És ott voltam magamra hagyva 2 vagy 3 hónapig. 2 vagy 3 hónapig nem lehetett látogatni. Nagyon kedvesek voltak az atyák, csak hát nekem szokatlan volt az, hogy nincsenek ott azok körülöttem, akikhez kötöttem korábban, testvéreim, szüleim. És tovább fokozódott ez a hányatottság, ha lehet ezt így mondani, sőt, miért ne lehetne mondani, amikor egy évvel teltével, amikor már megszerettem Pannonhalmát, otthon éreztem magam Pannonhalmán, apám helyett apám volt a bányi misóatya, barátaim lettek, akkor kivettek Pannonhalmáról. Mondván, hogy apámat a előjáróság megyei vagy járási piszkálja azért, mert akkor még kemény kommunizmus volt, ez 1968-ban volt, hogy egyháziskolába járatja a gyerekét. Hát mit tudom én, hogy ez így volt vagy sem. Mindenesetre kivettek és beraktak Tatára a 5-ös József gimnáziumba. A tatai gimnázium biológia tagozata nem igazán tetszett az akkor már kamaszodó Pálnak. Igazi lázadó volt, a jegyei sem voltak a legjobbak, és a társaság sem tetszett. Ráadásul olyan dolog történt vele, ami minden tinédzsert igencsak megviselne. Először meghalt anyám, és akkor utána meghalt egy évre rá az apám. És ott álltam 17 és fél évesen, aminek azért van jelentősége, mert engem nem tudtak bevágni állami gondozásba, mert mindjárt 18 éves lettem. Tehát volt pár hónapom a 18 éves koromig. A 3 testvéremet viszont berakták állami gondozásba, és hát ez hát ez nem volt egyszerű, mondjuk azt. Pálnak nem volt mit tennie, a saját kezébe vette az élete irányítását, és elment dolgozni. Én elszegődtem a Geofizikai Intézethez. Nagy autókkal járkáltunk az országban. A geoelektromos, a 6-os számú geoelektromos mérőcsoportnál voltam segédmunkás. A munkám az volt, hogy 2 nagy, elég nehéz vasszöveget kellett elcipelni meghatározott távolságra, meghatározott helyen leütni nagy kalapáccsal,
amit a másik ember hozott. A harmadik ember hátáról pedig tekerült le a kábel. Ez a tyúkbélnek, a honvédségnek mondták később, hogy tyúkbélnek hívják ezeket a kábeleket. De a fiatal Pál ezekben az időkben sokféle más munkát is vállalt. Volt cipőgyári betanított munkás, faipari segédmunkás, kórházi segédápoló, sőt még mentőápoló is. Közben 1973-ban leérettségizett. Ezekben az években került közeli kapcsolatba a rockzenével és a rockzenészekkel, megismerte a beat költészetet. A csavargást abba hagyva, én visszahúzottam Székesfehérvárra, a nénikémhez, a családból csak ő élt, már mint idősebb ember. Nénikém befogadott, volt egy egyszobás lakás, ott a testvéreimet is, meg engem is, ahogy tetszik, befogadott. Megható a dolog, mert mondta, hogy picike egyszobás, mondhatjuk úgy, hogy szükséglakás, és vasból csináltatott emeletes ágyakat, és amikor a gyerekeket elengedték a testvéreimet az intézetekből, akkor ott aludtak az emeletes, ott aludtunk az emeletes ágyakon. Engem elkezdett érdekelni talán éppen a szüleim halála miatt a pszichológia, filozófia, pszichiátria, és elmentem segédápolónak a fehérvári Bolondokházába. Ott voltam egy évig, vagy másfél évig a Bolondokházban. Rendes munka volt, fehér ruhában, etettem, borotváltam, húzgáltam a betegeket, ott ömleszve voltak a szegény elmebetegek. Egy szobában volt a skizofrén, a paranoiás, az alkoholista, sok mindent láttam, halott emberek voltak ott, meghaltak, mert derrigyunk trémezve, ott szétremegte az életét, 40 éves ember, láttam boncolást. És mivel a fiatal Dippolt Pál sokat volt éjszakai ügyeletben, ezért mi mást tehetett volna, mint olvasott, főleg filozófiai alapműveket. Bergsont olvastam, Nietzsche-t olvastam, Arisztotelészt olvastam. És ez így is ment egy ideig, amikor egy napon az akkor már mentősként dolgozó Pált behívták a seregbe, egy nagy kanizsai alakulathoz. Petrik Béla volt a parancsnokom, Petrik Béla őrnagy. És mondtam neki, hogy őrnagy elvtárs, szeretnék tovább tanulni. Írnok is voltam. Persze, fiam. De mondom, tiltja a szabályzat, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a katonai törvény. Hogy sorkatona nem felvételizhet a felsőoktatási intézmény nappali tagozatára. És akkor azt mondta a Petrik Béla, hogy ne törődj vele. Ne törődj vele, ezek faszok. Nos, Petrik Bélának is köszönhetően Pál egy lövészetről elmehetett az EGRI Ho Chi Minh tanárképző főiskola felvételiére, ahol fel is vették magyar történelem szakra. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, Németh Gabriellával, akivel azóta is boldog házasságban élnek. 4 gyermekük született, Anna Miklós, Borbála és Márton. 1983-ban azt a szellemi műhelyt, amit a mozgóvilág jelentett, szétverte a hatalom, ahogy tetszik. Tehát Acél György, ha jól tudom, személyesen mondta azt, hogy ennek véget kell vetni, és szét kell rúgni a mozgóvilágot. És akkor már nekem ott voltak novelláim. Meg is jelent egy vagy két novellám, és el is fogadtak további kettőt. Hát én nem azt hittem, hogy ennyi a világ, itt kezdődik az irodalom, itt vagyok az irodalom kapujában, győztem. Nem akartam író lenni amúgy, tehát én nem feszültem azért, hogy író legyek, de valahogy író lettem. Pál első írásai az 1970-es évek végén a Mozgóvilágban jelentek meg. Azóta is folyamatosan publikál, de az igazi sikert a számára a 93-ban közzétett Schwarzenegger El volt utazva című regénye hozta meg. Elég sok avantgárd vér szorult belém, és maradt is belőle még, öregkoromra is. Én összeszedtem egy csomó írást, novellákat többnyire, meg hozzá is írtam még,
és összeállítottam egy úgynevezett dokumentum eposzt, mert ebben is különbözni akartam, hogy én nem regényt írok, én nem memoárt írok, hanem dokumentum eposzt, és nem író vagyok, hanem lakos vagyok. Tehát én ilyen felszínes hülyeségekre is hajlandó voltam, azért, hogy különbözzek. Amúgy az, hogy Schwarzenegger el volt utazva, az helyes, mert állapothatározóként szerepel ott. Beadtam a Magvető kiadóhoz, a Magvető kiadó akkor, ez a rendszerváltás idején 88-89-ben volt, ott már bomlott szét minden, és egy Keszthelyi Rezső nevű szerkesztő azt mondta nekem, hogy ez nagyon jó, de nem fogják kiadni. Végül a Schwarzenegger el volt utazva regényt ki lehetett adni, csak nem Budapesten, hanem egy pozsonyi nyomdában, ahol a könyv bemutatójára is sor került. Dippold Pál családjával közel 40 éven átél Zsámbékon. De mint mindennek az életben, ennek is megvan a maga története. A főiskola után nekem itt a környéken kellett helyet keresnem, mert ott a feleségemet Biator bátyhoz ösztöndíj szerződést kötötte. Akkor felültem a Komár mopedemre, és eljöttem Zsámbékra. Kopogtattam az iskolában, szünet volt, nyár volt, de volt ügyelet. És mondták, hogy ó, kérem, hát éppen magyar történelmi szakos tanárt keresünk. Pálnak több se kellett, rögtön le is csapott a megüresedett tanári állásra. Azt mondja, hogy a valódi, önálló élete ekkor kezdődött el. Egyre erősebb szállak kötöttek engem Zsámbékhoz. Egyrészt, mert megismertem az itt élő embereket, már csak azért is, mint tanító, a gyerekek révén közel kerültem jó néhány emberhez. Na meg az, hogy a 80-as évek végén Dippold Pál alapítója volt a zsámbéki MDF-nek, amiből aztán hamar ki is szállt. Kezdtek engem tusztolni ezek a zsámbéki emberek a politika felé. Tehát magyarul képviselőjelöltként akartak indítani MDF színekben. Vagy később a nyakamra jártak több alkalommal is, hogy legyek polgármester. Nem. Úgy is mondhatnám nagyképű, hogy nem volt kedvem hozzá. Azt is mondhatnám ilyen önkritikusan, hogy lusta voltam. Egyszerűen nem érdekelt. Az a fajta mozgásmód, amit a politika megkövetel, Az nekem idegen, teljesen idegen.